mindannyiótok számára ismert probléma, a szeles időben úszós horgászatnál hasat fúj a szél a zsinórba. Ekkor nem tudunk bevágni, ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlesztették ki a merülő Danilt, mely a víz felső rétegét átszakítva a középső vízoszlopba merül, és itt kiküszöböli a felszíni rétegnek az áramlatait. Szeretném nektek bemutatni, hogy az általunk forgalmazott Kalusszó merülő Danil milyen gyorsan és milyen hatásosan elmerül a vízbe. Ezt képzeljétek el, ahogy beér a vízbe, egyből átszakítja a víz felszínét, és szépen a középső vízoszlopba merül. Ez biztosítja, hogy a bevágás kapáskor ülni fog. Ez most épp a kezembe egy merülő zsinór, amit ugye nyilvánvaló meccsbotozáshoz ajánlott használni. Ami számomra még nagyon fontos a zsinóroknál, az, hogy ami rá van írva, azok az értékek valósak legyenek. Ez egy 20-as vastagságú zsinór, és rámérünk egy tolómérővel. És mint hogy a kamerában is jól látszik, legalábbis remélem, hogy így igen, ez 20-as vastagságú. Nem 22-es, nem 24-es, meg nem tudom én milyen vastag, ez 20-as. Ami másik előnye ennek a zsinórnak, mert évek óta ezt használom, hogy nagyon könnyen merül, gyakorlatilag 2-3 bedobás után, mert zsinór süllyesztő spray használta, sem feltétlenül kell ehhez a zsinórhoz, és megfelelően erős.